Sziasztok! Ismét innen a konyhából jelentkezem nektek. Azt mondtam a múltkor, hogy teszek fel képeket valami meglepiről, de aztán úgy döntöttem, hogy inkább ezt megmutatom nektek videóba, mert annyira gyorsan megvan, és olyan finom, tényleg finom, próbáljátok ki! Az ötletet a sütőtök adta, amiből rengeteg van a kertemben. Hála Istennek! És utána nézegettem egy kicsit, mert a sütőtököt sütve nagyon szeretjük, szoktunk csinálni sütőtök, krémlevest, meg köretet, ezt, azt, azt. De arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezt is nyersen próbálnám. És lám-lám, csoda lett belőle. Szóval pucoltam némi sütőtököt. Hát az annyira nem kevés, így mutatom, ennyit, látjátok? Aztán teszek hozzá almát. Ez a mi almánk, tehát ezt már fogom megpucolni, hanem héjastól fogom beletenni, és most levet fogok készíteni belőle. Nem mindig csinálok turmixot, délelőtt reggel turmixolok, akkor inkább, hogyha én valami kaja-szerű dolgot szeretnék inkább, aminek van valami maradandó tartalmat, hogy nem leszek éhes tőle, akkor inkább turmixolok. Hogyha viszont valami könnyű, frissítő dologra vágyom, egy uzsonnára, vagy egy, végülis 10 óra is jó lehet, de inkább uzsonnára, akkor szoktam csinálni zöldséglevet. Ami sok minden más is belerakható nyilván, de most almát és sütőtököt fogok betenni ebbe. Ez egy nagyon egyszerű gép, semmi extra, 15-20 ezer forint maximum. Szerintem a múltkor láttam valami hasonlót a metróba, és csak egy pohár kell hozzá, és várjunk is. És hozzuk egy poharat. Azért szeretem, mert így nagy darabokba bele lehet mindent rakodni, nem kell attóra vagdalni, és csak így beleszórok mindent. Jó hangos lesz. Bocsi. És elsőre nem is fogok mindent elhúzni. Bocsi, mindjárt jövök. Sütőtöknek nem kell a magját sem kiszedni, nekem most ez pont olyan része volt, hogy benne volt van. És ezért külön nem vettem be magat. Na, ide nézzetek, milyen jól néz ki! Hát, szerintem szenzációs. És hogyha megcsináljátok és megkóstoljátok, hát komolyan mondom, tuti inni fogjátok, mert a... Az alma íze érződik igazából. Kicsit érzed, hogy van valami hozzá, és sűrűséget adja neki a sütőtök. Szenzációs. És nem azért vágtam ilyen hülye pofát, mert nem jó, hanem megrágtam. Ez egy nagyon fontos kérdés. Nem vicc. Se a lé, a zöldséglé, se a turmix nem innivaló. Ez mind ennivaló. Azért nagyon fontos, mert még így is nagyon sok a szénhidrát tartalom. Hát, ha meg turmixot csinálsz, akkor azt főleg. És az emésztés a szánkban kezdődik. Ez nagyon fontos, és amúgy jöttem rá, hogy ezt nem nagyon szoktam így kihangsúlyozni. A szánkban kezdődik, és nagyon fontos, hogy elinduljon ez a folyamat. Tehát a lényeg, hogy meg kell rágni. Vagy egyél hozzá valamit. Itt a szájnál. Lényeg, hogy elinduljon az emésztési folyamat a rágással, a szádban, a nyállal, keveredjen össze
a cucc, ami a szádban van. Tehát, hogyha az mondjuk turmix, akkor a turmix, hogyha zöldséglé, akkor is. Ne csak önts le! Ez szegény gyomrot nem tudja, hogy úristen, most mi történt? Annyira gyors volt az információ. Szóval a lényeg, hogy szépen nyugodtan, én sem itt fogom most ezt mindent meginni, hanem majd leülök, és eliszogatom, megiszogatom. A lényeg, hogy rágjátok meg mind a levet, mind a turmixot. Ami még nagyon fontos, hogy a sütőtökről azért egy pár gondolatot mondok, nagyon magas az ásványi anyagtartalma, antioxidánsokban és tápanyagban nagyon gazdag, ami jót tesz a szervezetünknek. Nagyon jó hatása van az immunrendszerünkre, ugye jön ez a kis nyálkás, nem túl jó időszak. Erősítsétek a szervezeteteket, és fedezzétek fel, hogy ősszel is van egy csomó minden, amit lehet turmixolni, lehet levet készíteni belőle. És ne a kifogásokat keressétek, hanem gyerünk turmixra fel, és rágjátok! Sziasztok!